A társadalmi szakadékok csökkentéséről beszélt Orbán Viktor a török-bálinti évnyitón, tüntetők várták. Mégsem nőtt az uniós tagságot ellenzők aránya, sőt, a Tárki tévedett, amikor kiadta az adatot a múlt héten. Felfoghatatlan pénzeket adnak a focistákért, Gareth Bale-t 30 milliárd forintnyi euróért vette meg a Real Madrid. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Úttörőnek öltözött tüntetők fogadták Orbán Viktort, aki a tanévnyitóra érkezett a most átadott török-bálinti általános és középiskolába. A miniszterelnök arról beszélt, hogy olyan oktatási rendszert építenek, amely, így fogalmazott, nem konzerválja a társadalmi csoportok közti szakadékokat, hanem esélyt ad. A rengeteg oktatási változtatás közül ma a tankönyvellátás vizsgázott. Bár hallottunk, olvastunk problémákról, a tankönyvek végül eljutottak a gyerekekhez. Benyó Rita riportja. Minden diákot és szülőt érintő változás a 2013-14-es tanévben az úgynevezett egésznapos iskola bevezetése. Ez azt jelenti, hogy az első 8 évfolyamon minden diáknak benn kell maradni a délután 4-ig az iskolában. Szülői kérésre az igazgató adhat felmentést, de ez csak lehetőség. Tavaly elkezdték bevezetni, és idén még több évfolyamra terjesztették ki a mindennapos testnevelést, akkor is, hogyha az iskolák infrastruktúrálisan erre még nem készültek fel. Első és ötödik évfolyamon új tantárgyak jelennek meg. Minden szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely felekezet hittanórájára kívánja járatni gyermekét, vagy választhat ehelyett erkölcstant is. A legtöbb évfolyamon jelentősen nő a kötelező óraszám. Első osztályban napi 4 helyett 5 óra a kötelező, ötödikben az eddigi 22 óra 28-ra nő, a 9. évfolyamon 27 óra helyett 35 órára kell járnia a diákoknak. A diákoknak azt is meg kell szokniuk, hogy a tantestületben rendőr is lesz. Neki az a dolga, hogy megelőzze a drogokkal kapcsolatos bűncselekményeket és a lógást. A miniszterelnök a legmodernebb, legújabb iskolában török-bálinton tartott évnyitót, amelyet a hallgatói hálózat aktivistái megzavartak. Éljenek a munkásőrök! Éljen a szocialista erkölcstanóra! Köszönjük az igazmondást! Éljen a visszatért a szocializmus! Amit az MSZP nem tudott megcsinálni, megcsinálta a Fidesz! Éljen a párt! Köszönjük, Viktor! Az uszodával, sportcsarnokkal, fallabdapályával felszerelt iskolában Orbán Viktor arról beszélt, hogy az állam azért vette át az iskolákat, hogy Borsodtól Budapestig ne legyen különbség az iskolák között. Szándékaink szerint mi egy olyan oktatási rendszert hozunk létre, amely nem konzerválja az egyes társadalmi csoportok közötti szakadékokat, hanem minden gyermek számára éljen az ország bármely területén, akár a legkisebb falujában is hazánknak, esélyt ad a tanulásra és így az előbbre jutásra. Ezért fontos, hogy minden általános iskolás ingyen juthasson hozzá a tankönyvekhez. Mi minden olyan könyvet, amit megrendeltek tőlünk, azt ezen a héten kiszállítunk. Még a hétvégén néztük meg, hogy az új rendszerben hogyan működik a tankönyvek kiszállítása. A tankönyvellátást ugyanis központosították és államosították. Most már egyetlen szervezet, a Kelló felel azért, hogy a diákok kezébe kerüljenek a könyvek. Lesz olyan iskola, ahol másodikán nem tudnak tankönyvet adni a gyerek kezében? Nem lesz ilyen iskola. Ezt biztosan meri mondani? Ezt egészen biztosan merem mondani. 14 darab tankönyv van neked benne. Ebben a miskolci iskolában az évnyitó után a diákok egyenként vették át a tankönyvcsomagukat. Azokéba, akik ingyen kapták, pecsét is került, mert nekik az év végén le kell adniuk a könyvet. Idén még csak a terjesztést központosították, de a Hír 24-nek Hoffmann Rózsa azt nyilatkozta, a kormány szűkíteni kívánja a jelenlegi, észszerűtlenül széles tankönyvválasztékot. Benyó Rita, Hír 24. Drágul a pénzhez jutás, drágább lesz az utalás, különösen a készpénzfelvétel. A szakemberek szerint ugyanis a bankok nagy része az őket terhelő úgynevezett tranzakciós illetéket át fogja hárítani az ügyfelekre. Bár aki kifizeti, mert meg lehet kerülni. 150 ezer forint körüli átlag fizetéssel számolva évi 5-10 ezer forint plusz kiadást okoz mindez. Két szakértő segítségével Péterfi Judit kiszámolta, mi mennyibe kerül majd, hogyan járunk a legjobban, ha már fizetnünk kell.
Akár vállalkozást működtetünk, akár magánemberek vagyunk, mindenkit érint a tranzakciós illeték. Ha nincs bankszámlánk, de befizetjük postán a sárga csekket, akkor is érint minket az adó. Minden elektronikus pénzmozgás után fizetni kell. Ha interneten utalunk pénzt, akkor az 3000 elég, ez azt jelenti, hogy 100.000 forintnál 300 forintos összeg. Ezt a banknak kell befizetni a költségvetés felé, de a legtöbb bankszámlánál ezt meg kell fizetnünk. Ha pedig készpénz tranzakcióink vannak, jellemzően fölveszünk pénzt a bankból, akkor 6000 elékes ez az adó, tehát minden 100.000 forint után 600 forintos adót kell a banknak befizetni az állam részére. Vagyis ha minden hónapban csak egyszer veszünk fel 100.000 forintot, akkor az éves szinten 7200 forintot, ha ugyanennyit utalunk, akkor 3600 forintot kell fizetnünk tranzakciós adóra. A készpénzes tranzakciók illetéke a magasabb, ennek az az oka, hogy a kormány igyekszik visszaszorítani a készpénzfizetést. Nem magyar sajátosságról van szó, beleillik az európai trendbe, hiszen a bankkártyás műveletek átláthatóak, ez az egyik eszköze a korrupció visszaszorításának. Nézzük meg, hogy a mostani bankszámlának mennyi a költsége, illetve várjunk egy-két hónapot, hiszen most vannak a tranzakciós adók áthárítás alatt, folyamatosan változnak a bankszámla díjak, egy-két hónap múlva nézzük meg a számla kivonatunkat. Fontos, hogy tudjuk, hogy a bankszámlánkhoz hány ingyenes vagy kedvezményes készpénzfelvétel tartozik. Ha mondjuk csak kettő tartozik hozzá, és tudjuk, hogy egy hónapban szükségünk van 50.000 forint készpénzre, akkor abba a két alkalomba vegyük fel, ha a bankkártyás vásárlásunkért a bankunk, pontosabban a számla csomagunknál nem kell tranzakciós illetéket fizetni, akkor javasolt minél többet vásárolni kártyával, hiszen az ingyen van. Most pedig kalkuláljunk, átlagbérnél mit jelent a tranzakciós adó? Az átlagfizetés Magyarországon 146.000 forint, most számoljuk az egyszerűség kedvéért 150.000 forintnak, és azt mondom, hogy a felét fölveszem készpénzbe, a másik felét elköltöm bankkártyával, akkor a készpénzfelvételre fizetek 450 forint adót, illetve ennek a felét a bankkártyás vásárlásra, vagyis nekem összességében az új adó 675 forintba kerül havonta közvetlenül. Viszont érdemes azt is végig gondolnunk, hogy nem csak mi fizetjük a tranzakciós adót, hanem az importer, amikor behozza az árut és fizet, ő is fizeti a tranzakciós adót, eladja a nagy kereskedőnek, ő is kifizeti a tranzakciós adót, eladja a kis kereskedőnek, ő is kifizeti a tranzakciós adót. Bocsánat, hogy közben, ebből mennyi pénzt szed be a kormány? Hát reményei szerint 330 milliárd forintot szeretett volna beszedni. De ez már, nem sikerült, mert van a kiskapuk. De már most látszik, hogy a felesen folyt be, ennek igen egyszerű az oka. Amint ebből is kiderül, az igazán nagy adóbefizetők a vállalkozások lennének, viszont a vállalkozások megtehetik gond nélkül, hogy elmennek Szlovákiába, elmennek Romániába, nyitnak egy számlát, és az összes forgalmuk akár forintos, akár eurósat külföldi számláról bonyolítják le. A szakértő szerint jobban járunk, ha a csekkes befizetést választjuk, és a nyugdíjasoknál is több pénz marad akkor, ha az utalás helyett a postás viszi ki nekik a havi járandóságot. Péter Fiudit, Hír 24. Csúcsára állított fekete háromszöggel kell mostantól jelölni azokat az új gyógyszereket, amelyek esetleges mellékhatásait a piacra kerülésük után még tanulmányozzák a hatóságok. A fekete háromszög nem jelenik majd meg a csomagoláson, csak a betegtájékoztatóban. Olyan gyógyszerekről is szó van, amelyek 2011. január 1-je után engedélyezett hatóanyagot tartalmaznak. Ugye ez a jel nem arra utal, hogy a szerek nem biztonságosak, csak arra, hogy még nem tudnak mindent a mellékhatásokról. Nem igaz, hogy megfordult volna a trend, tévedésen alapult a Tárki állítása, miszerint Magyarországon jelentősen nőtt volna azoknak az aránya, akik rossznak tartják a magyar uniós tagságot. Lássuk, mit állította Tárki, mutatjuk. Azt, hogy minden 10 magyarból 4 rossz dolognak tartja az ország európai uniós tagságát, még további 2 ember szerint se nem rossz, se nem jó. Ez egy sok éves trend megfordulását jelentette volna, amit egyébként föl is kapott persze a sajtó és a politika is. De kiderült, hogy a Tárki adatainak feldolgozásába hiba csúszott, nincs fordulat, hogy láthatják, 2 számsort felcseréltek, és a valóságban 10-ből 4-en nem tartják se rossz, se jó dolognak az uniós tagságot, és csak 10-ből 2-en tartják rossznak. Sík Endre a Tárki vezető kutatója, köszönöm, hogy eljött, gondolom ez egy nehéz pillanat most. Igen, ez nehéz. Mi történt?
Hát a rövid válasz, hogy egy kis apró technikai hiba, na de egy kis apró technikai hibából nagyon nagy skandalum keletkezett, már pedig egy a politika iránt elkötelezett és ennyire érzékeny témában nem nagyon lehet ilyen pici hibát sem elkövetni. Azt el tudja mondani, hogy mi ez a hiba? Csak, hogy a hiba tényleg csak annyi, mint amennyit itt bemutattak, hogy fölcseréltek két kép kódot. Ide tett, vagy egy ember oda tett egy vesszőt, igen, és nem ide? És ráadásul egy rutinos kutató, csak éppen én, mivel ugye én vagyok a felelős a tárki minőségbiztosítójaként, afelől, hogy a tárkiról, ami kikerül, vagy a tárkiból, ami kikerül a médiába, az hibátlan legyen, tehát ettől most én vagyok a hibás. Szokatlan, hogy valaki azt mondja Magyarországon, én vagyok a hibás, de hát ha majd hozzászokunk. Mi a valóságos trend? A valóságos trend az, hogy az Európai Uniós korábbi felvételeknek megfelelően lényegében nem történt nagy változás. Azóta egy másik kérdést is megvizsgáltunk, aminek a tartalma nagyon hasonló ehhez, és abból is azt a következtetést vontuk le, hogy nincs nagy különbség. Igen, nézzük. A Tárki ugye indított egy új kutatást. Előnyös az EU-tagság Magyarországnak, vagy nem előnyös? Ez nem pont ugyanaz a kérdés. Ez egészen friss, máshol még be nem mutatott kutatás, és az ábra is az. Annyira új, hogy még az önök kollégái is, ugye, ma véglegesítették az eredményeket. Tehát láthatják, hogy a magyarok szerint előnyöse az uniós tagság az országnak, nem azt, hogy jónak vagy rossznak tartják, előnyöse. Ez szerint 2004-ben minden második magyar előnyösnek gondolta az akkor még friss tagságot, minden harmadik előnytelennek. 5 évvel később, 2009-ben megfordultak az arányok, már minden második ember előnytelennek érezte. A legfrissebb idén nyári felmérés szerint viszont mostanra minden 10-ből 4-en gondolják előnyösnek, ugyanennyien előnytelennek a tagságot. Vagyis hát, hogy futballnyelven szólva, döntetlen az állás. Most akkor az ön véleménye szerint milyen folyamat látszik? Ugye feltéve, hogyha most jók az adataink. Nem mondjon ilyet, lehet. Remélem, hogy jók az adataink, ez a kérdés ugyanis egy egyszerű választást kínált, nem pedig három lehetőség közüli választást. Akkor ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen nagy változások nincsenek, hanem az Európai Unióhoz való viszony enyhén csökkenő, romló tendenciát mutat, azonban meg kell mondanom, hogy ez általában Európára jellemző. Hát Európában, bocsásson meg, nem ez jellemző, hanem a gyorsan romló tempó jellemző, nem? Hát most a gyorsanról meg az enyhénről nehezen ne vitatkozunk. Én minden esetre óvatosan fogalmazok, és azt mondom, hogy a romló tendencia jellemző. Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az uniótól való elfordulás Európa több országára jellemző, ugye az utóbbi években az EU, tessék nyugodtan kifáradni, semmi gond. A EU közvélemény kutatója az Eurobarométer 2012. novemberében mérte több ország polgárainak a hozzáállását az Európai Unióhoz, mint intézményhez. Ahogy láthatják, 2007 májusához viszonyítva mindenhol drasztikusan romlott az EU megítélése. Lengyelországban 18%-ról 42%-ra nőtt a bizalmatlansági index. A legkedvezőtlenebb változás Spanyolországban mérték, ott 23%-ról 72%-ra emelkedett ez a mutató. A vizsgált országok többségével az emberek nagyobbik része ma már nem bízik az Unióban. A kérdés, hogy minek köszönhető ez az elfordulás, ha megválaszolható egyáltalán ez a kérdés, Baló György a stúdióban. Megválaszolható? Nem tudom, nekem is van egy csomó számom. Igen? Ami tény, hogy az euroszkepticizmus általában mindenütt nő. Ez majd a jövő évi Európa parlamenti választásokon is meg fog látszani. És az előbbi táblázat is egy olyan cikkből származik, a most bemutatott táblázat, The Guardian, London, egy napilap, amelynek az volt a címe, hogy az euroszkepticizmus figyelemre méltó növekedése. De itt az volt a kérdés, hogy bízik-e ön az Unióban, mint intézményben. És ehhez képest nagyon más kérdés az, hogy akarja-e ön például, hogy országa elhagyja az Uniót. És ilyen uniós felmérések valamiért nem készülnek. Itt van viszont egy táblázat, megint másik kérdésről, készítette az Euróbarométer egész Európában, egész Unióban, az Unió közvélemény kutatója. A kérdés, ön szerint jó-e, hogy országa az Európai Unió tagja? 2012. júniusi adatok. Az első oszlopban azoknak az aránya látható, akik szerint ez a tagság jó. Németország maga, a maga 70%-ával kimagaslik, az Egyesült Királyság felülről a harmadik, kevesebb, mint a német adat fele, 33%. Az uniós átlag 27%, a visegrádi négyek szórnak, a lengyelek többsége szerint a tagság jó, a magyarok kevesebb, mint harmada szerint jó, a csehek kevesebb, mint negyede tartja jónak a tagságot. Jobb szélső oszlop a tagság rossz. Így látja a britek 30%-a és a magyarok 25%-a, tehát egy teljes negyede tartja rossznak az uniós tagságot 2022-ben. De azért, mert azt gondolják, hogy az EU ráfizetés?
Ebben bizony a radis szerepet játszik, hogy nagyon sokan azt hiszik Magyarországon, hogy az Unió Magyarországnak ráfizetés. Időnként egy-egy közgazdász is ezt állítja, ami brutális tévedés. Itt egy táblázat, ami meglehetősen ritkán szerepel a nyilvánosságban. Magyarország és az Európai Unió évente ennyit fizetünk, ennyit kapunk. Az adatok 2004-től megvannak, de a táblázat túlságosan nagy lenne, ezért 2007-től a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban mutatjuk a számokat. A táblázat alján látható összesítésben viszont 2004-től 2011-ig minden év szerepel, a tavalyi adatokat még nem ismerjük. Tehát az első oszlopban az látható, mennyit fizetünk az Európai Uniónak évente. Összesen majdnem 7 milliárd eurót ezekben az években, 2004-től 2011-ig, amint az legalul látható. A középső oszlop azt mutatja, mennyit kapunk évente. Alul látható, hogy 2004 óta összesen majdnem 21 milliárd eurót. A jobb szélső sorban látható az egyenleg. Ennek legalján az, hogy több mint 14 milliárd euróval többet kapott az ország, mint amennyit befizetett. Összehasonlításul ez tehát a különbség, amennyivel többet kaptunk 2004 és 2011 között, jó 30-szorosa annak, amennyit a magyar költségvetés 2013 első 6 hónapjában beruházásra költött. A magyar euroszkepticizmusnak gondolom azért speciális okai is vannak, nem? Vannak magyar okok persze, mondjuk estig beszélhetnénk róluk, de hát egy részét megpróbálom elnevezni. A kormány és az unió közismerten erősen ellentmondásos viszonya, az itthoni, bőségesen tapasztalható unióellenes hangokra nincs válasz. Nem nagyon látni nyilvános érveket az unió mellett, pedig ki kellene próbálni, mondjuk egy hétre vagy egy évre, hogy nem vagyunk az unió tagja, és mondjuk sorban állunk az osztrák határon. Az utóbbi hetekben minden esetre az ember úgy látja, hogy valamelyest csökkenőben vannak a kormány unióellenes megnyilvánulásai. Meg lehet észrevették, hogy az ellenzék egy részében van hajlama arra, hogy Európát, az Uniót a választási kampány egyik vezető témájává tegye. Nem szabad persze elhallgatni, hogy mindenképpen vannak legitim gondjaink is az Unióval összefüggésben, de ez már egy másik beszélgetés. Köszönöm. Én is köszönöm, másik beszélgetés másik alkalommal. Köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt. Érdekel az önök véleménye is, persze. A mi számaink nyilván nem lesznek reprezentatívak. Jó dolognak tartják-e önök Magyarország uniós tagságát? Igennel, nemmel tudnak a Hír24 portálján. Tegnap is föltettünk már egyébként egy ilyen kérdést az első adásunkban. Úgy hangzott, egyetértően azzal, hogy eltöröljék a tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést. Este 6-kor lezártuk a szavazást, 11 ezeren szavaztak, várható volt az eredmény. A többség elvetette, 93% abszolút többség vetette tehát el. Irreális forgatókönyvnek tartja az Unióból való kilépést Andor László. Az Európai Bizottság foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztosa szerint, ha Magyarország valamiért a drasztikus önállósodás mellett döntene, akkor idézet, sok minden a feje tetejére állna. A teljes interjút a Figyelmet 24 oldalán olvashatják. Az együttinduló baloldal jelölte nyerte a Szigetszentmiklósi időközi önkormányzati képviselő választást. Ladányi Sándor az MSZP, a DK és az Együtt 2014 támogatásával nyert. A választást egy fideszes képviselő halála miatt kellett kiírni. Ladányi a szavazatok több mint a felét kapta. A második a Fidesz-KDNP jelöltje körülbelül harmadát. A testület ettől még fideszes többségű maradt. Mind a két kancellár jelölt győzött, vagy mind a kettő vesztett? Nézőpont kérdése a tegnap esti tévévitán Németországban a közvéleménykutatások szerint. Sok elemző leginkább unalmasnak és jellegtelennek nevezte a jelenlegi kancellár Angela Merkel és kihívója a szociáldemokrata Per Steinbrück vitáját. Németországban 3 hét múlva tartják a parlamenti választásokat. A legfrissebb elemzések szerint a Merkel vezette CDU magasan vezet 41%-kal a szociáldemokratáknak, 26%-uk van. Bakos Piroska összefoglalója. Rengetegen várták Berlinben Angela Merkel német kancellárt, aki tőle eléggé szokatlanul odament néhány szimpatizánshoz és pár szót váltott is velük. Kihívója, a szociáldemokraták vezetője Per Steinbrück is kénytelen volt végighallgatni az NG-NG skandálást, még odaért a stúdióhoz, ahol a választás előtti első és egyetlen tévévitát tartották.
90 perc, 90 másodperces válaszadási lehetőségek, 4 moderátor. A vita szigorú szabályok szerint zajlott. A másfél óra nagyjából felét a pénzügyi témák tették ki, a német államadósság mértékétől az adórendszeren át a válság leküzdéséig. Akkor, amikor Európa a legsúlyosabb krízisen megy át, Németország továbbra is erős. Németország a növekedés motorja, a stabilitás záloga Európában. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk erre, és továbbra is ezt az utat szeretnénk járni. Így foglalta össze néhány mondatban kereszténydemokrata pártja programját a jelenlegi kancellár, aki végig nyugodt maradt, bár időnként fáradtnak és enerváltnak tűnt. Ellenfele Steinbrück sem a dinamizmusáról híres, de Merkellel szemben most kifejezetten harciasnak mutatta magát. Én egészen más stratégiát választottam volna az európai válság kezelésére. Természetesen rendbe kell tenni a nemzeti költségvetéseket, de elnézést kérek, nem úgy, hogy közben egyes országok halálos dózist kapnak. Kellett volna emellé egy másik stratégia is, amely lökést ad ezeknek az országoknak. Miattam nevezhetjük ezt akár Marshall terv 2-nek is, fejtette ki Steinbrück. A szociáldemokrata politikus sokakat meglepett azzal, hogy tudta tartani a lépést Merkellel, de ez sem volt elég. A legtöbb gyors felmérés döntetlenre értékelte a vitát. Sok néző viszont leginkább unalmasnak tartotta. Ezt az is jól mutatja, hogy a vita közben internetes rajongói oldal alakult. Merkel nyakláncának. Ha a két politikus népszerűségét nézzük, ott hónapok óta Merkel vezet torony magasan. A lakosság 54%-a tartja őt megfelelő kancellárnak, szemben kihívója 28%-ával. Ez pártjaik támogatottságán is látszik, a Merkel vezette CDU-ra 41%, az ellenzéki szociáldemokrata pártra 26% szavazna. Bakos Piroska, Hír 24. Az áldozatok hajából és véréből vett minták alapján állítja az Egyesült Államok, hogy szaringázt vetett be a szír hadsereg Damaszkuszban augusztus 21-én. A szarin az ideggázok csoportjába tartozik. Általában két összetevőre bontva helyezik el a töltetben, a komponensek a kilövés után keverednek össze. Az áldozatok belélegzik, de a bőrön keresztül felszívódva is bejuthat a szervezetbe. A mérgezés kezdeti tünetei a látászavar, orrfolyás, fejfájás, ezeket követheti a mellkasi fájdalom, szívritmuszavar és émeigés. Nagyobb dózisban erős rángatózást okoz a légzőszervek megbénításával, végül akár halált is. Most először egy nő az iráni diplomácia arca. Az új iráni kormány Marzi Aframot nevezte ki az iszlám köztársaság külügyi szóvivőjének. Afram most mutatkozott be a sajtónak az iráni külügyminiszter oldalán. Első nyilatkozatában elítélte a Szíria ellen tervezett amerikai katonai csapást. Afram kinevezése része a mérsékeltnek tartott iráni elnök politikájának. Hassan Rouhani azt ígérte, több nőt nevez ki politikai posztokra. Évek óta második világháborús szovjet katonák maradványai fölött játszottak a szikszói gyerekek. Az óvoda udvarán lévő volt emlékhelyről ugyanis a 15 évvel ezelőtti exhumáláskor nem vittek át minden tetemet a köztemetőbe. Egy ukrán férfi a nagypapáját kereste, nem találta, ezt követően 14 évig küzdött az engedélyért, hogy feltárják az óvoda udvarát, és most megkapta. Ignát Márk riportja. Szikszó egy 5800 fős település Borsodban, Miskolctól alig több mint 10 kilométerre. Van iskolája, óvodája és van temetője is, de most kiderült, nincs minden a helyén. A történet innen indul. Ezen a területen 1999-ig egy szovjet katonai emlékhely állt. Akkor a helyi képviselőtestület úgy döntött, exhumálják a maradványokat és átköltöztetik az emlékhelyet a helyi köztemetőbe, a pár száz négyzetmétert pedig megkapja az óvoda. El is végezték a szükséges munkákat, és a következő év tavaszán átadták az új szovjet temetőt új emlékművel. Nem sokkal az ünnepélyes átadás után jelentkezett egy ukrán férfi. Zvarih Vladislavot Skype-on értük el. Azt kell tudni, hogy a családfámat kutattam, és így bukkantam Szikszóra. 1873-ban ott éltek felmenőim, ezért érdekeltek a sírok, és ezért indítottam az eljárást is. Az ő kérésére indítottak eljárást, mert a jegyzőkönyveket tanulmányozva arra jutott, hogy 99-ben nem vittek át minden holttestet. 14 évig tartott, míg megkapta az engedélyt. Itt látszanak ugye az ásatásoknak a nyomai, ott tárták föl a csontokat, ott végeztek kutatásokat a múlt héten szakemberek. Így néz ki most a szikszói egységes városi óvoda bölcsöde udvara, és így nézett ki egy hete, amikor megkezdték a feltárást. Az óvoda vezetője azt mondja, sejtelmük sem volt arról, hogy mifölött szaladgálnak, játszanak a gyerekek, egészen a múlt hétig. Ők azt hitték, mindent átvittek a köztemetőbe 99-ben.
Hogy pszichésen is most visszagondolva, olyan rosszan, rosszul érint minket, hogy a gyerekek akár itt szaladgáltak a maradványok meg a csontok tetején. A polgármester ott volt a múlt héten, megnézte, mit találtak. Azt mondja, csak találgatni tud, hogyan nem tűnt fel, hogy hiányoznak a maradványok, de az biztos, hogy azt a feltárást 14 éve nem végezték el elég szakszerűen és alaposan. Lényegében hozzá nyúlás nélkül ott vannak a csontvázak ezen a területen. 1948-ban kerültek ezek elhelyezésre, ezek háborítatlanul ott vannak azon a területen, ahol most a gyerekek önfeledten játszadoznak az óvodások. Most minden esetre bizottságot alakítottak, amelynek az lesz a feladata, hogy lehetőségeket dolgozzon ki a megoldásra. A polgármester azt mondja, igazából két lehetőség van. Vagy a köztemetőből kell átvinni az óvoda udvarra, vagy onnan a köztemetőbe a maradványokat. Ő és a város ez utóbbit szeretné, de ez sokkal többe kerülne. Meg sem merem satszolni, tehát sok 10 millió, de szerintem 50 millió fölött egy tisztességes, becsületes feltárás, hogyha minden szabályt kellőképpen betartanak. A településnek persze erre nincs pénze, de azt remélik, kapnak segítséget. Az ukrán fél is felajánlotta, hogy részt vesz egy új emlékmű finanszírozásában. A polgármester azt mondja, a legfontosabb, hogy végre megnyugtatóan lezáruljon az ügy. Ezt a területet most lekerítik a munkások az óvoda udvarából, egyelőre csak ideiglenesen, addig, amíg a képviselőtestület el nem dönti, hogy melyik megoldást választja. Ők is és az óvoda vezetése is azt szeretnék, hogyha ezt a területet itt mellettem továbbra is az óvisok használhatnák, de ez a megoldás a drágább. A polgármester segítségért fordult a kormányzathoz, ezen a héten még tárgyalnak, de reményei szerint a jövő héten már választ kap. Ignát Márk, Hír 24. Pénzbírságot kaphatnak mostantól azok, akik indokolatlanul hívják a 112-es segélyhívót. A segélyhívóval való szórakozás ugyanis szeptember 1-től szabálysértés. Egészen pontosan, aki a számot, idézem, rendeltetésétől eltérő célból szándékosan felhívja, a szabálysértést követel, és 5000-től 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal lehet őt megbüntetni. Japán vezetők szerint a fukushimai katasztrófa nem befolyásolná a tervezett tokiói olimpiát. A 2020-as nyári játékok rendezési jogáért Madriddal és Isztambullal küzd a japán főváros. A fukushimai atomerőműnél a napokban felfedezett radioaktív szivárgás azonban csökkenti Tokió esélyeit. Inose Naoki, a tartomány vezetője szerint Tokióban nem okoz problémát a radioaktivitás. És most foci, de mégsem foci, hivatalosan is bemutatta Gareth Bale-t a Real Madrid. Bale az eddigi legdrágább futballista lehet, állítólag 100 millió euróért, vagyis nagyjából 30 milliárd forintért vette meg a játékjogát a Real az angol Tottenhamtól. Gareth Bale másfél óránként megkeresi egy Suzuki árát. A játékosok a csillagászati pénzekért adják, veszik a klubok. Péterfi Judit összeállítása. Több mint 20 ezer újjongó szurkoló előtt hivatalosan is bemutatta a Real Madrid a legújabb szerzeményét, a Velszi Gareth Bale-t. Mindenkori Real Madrid elnöknek álmokat kell árulnia, és itt az újabb álom Gareth Bale. A 24 esztendős szélső aláírta a 6 évre szóló, évi 10 millió eurós fizetéssel járó szerződését. 30 milliárd forintról beszélünk nagyjából. 100 millió euró, vagy e körüli összegről cikkeznek a szaklapok, biztosat senki nem tud, nem erősítették meg az összeget. Ma nem Gareth Bale a világ legjobb játékosa, az biztos, hogy ő a világ legdrágább játékosa. De régen ez arányban volt, és árérték arányban volt, nem? Régen, néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, a világ legdrágább játékosa általában a világ legjobb játékosa is volt, igaz ez mondjuk Luis Figóra, igaz ez mondjuk Zinedine Zidára. Arról is cikkeznek, hogy Bale szerződtetése válasz volt a Barcelonának Neymar leigazolására. A Realnak galaktikus kellett, a felhajtás a klubnál elengedhetetlen, így a Bale mezeket és az őt ábrázoló relikviákat már napokkal ezelőtt a polcokra tették. Ez bevált taktika, garantált a több ezer eurós bevétel. Ugye az imidzsét is úgymond eladták, de ennek a bevételnek a 60%-a Bale-é, ami szintén ritkaság. Gareth Bale ezzel az igazolással átvette a trónt Cristiano Ronaldótól, aki 94 millió eurós igazolási árával 4 éven át tartotta a rekordot. 73 millió euró volt annó Zidane ára, Figoért 2000-ben 60 milliót adott a Real, és csak a 10. helyre futott be Neymar, akit most szerződtetett a Barcelona 57 millióért. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb értékű idei igazolásokat. A Real Madrid Özil kapcsán megtámadta az Arsenal
45 millió eurós ajánlattal. Cavanit, a nápoli urugvai csatárát vette meg majdnem 70 millió euróért a Paris Saint-Germain. Götze átigazolása a Dortmundból a Bayern Münchenbe. Ez ugye annyiban érdekes, hogy a két nagy német rivális között váltott csapatot. A világ legdrágább játékosai közé egykor még egy magyar játékos is befurakodott. De az nem most volt, és az nem mostanában lesz, hogy valaki bekerül magyarként a top 10-be, de még a top 100-ba sem. Détári Lajos, amikor ő az Eintracht Frankfurtból az Olympiakoszba szerződött, akkor az akkori szerződés összege minden idők akkori második legnagyobb összege volt. Készítettem egy listát, hogy egy Gareth Bale-ből, azaz 100 millió euróból mit lehetne ma vásárolni. Nos, Gareth Bale mezből 1 millió 250 ezer darabot, az NB1-es csapatok költségvetése ebből a 100 millió euróból 4 évig finanszírozva lenne, a Ferrari F12-es modelljéből 364 darabot, a világ legdrágább söréből 88.261 darabot, a legdrágább budapesti lakásból pedig 750 darabot lehetne vásárolni ma a piacon. Péterfi Judit, Hír 24. A stúdióban pedig Hajdúba István, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. István, valóság, hogy egyre drágábbak a játékosok, vagy csak a legjobbak legdrágábbak? Az biztos, hogy ma zárul az átigazolási időszak. A világ 10 legdrágább játékosából 4 idén cserélt gazdát. Tehát ez egy trend, ez egyértelmű. Ez egy trend. Angliában például majdnem másfélszer annyi pénzt adtak eddig az átigazolási időszakban játékosért, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Igen, de valójában nem arról van szó, hogy ezek a játékosok még ott sincsenek lényegében, mert visszahozzák az árukat? Ilyen nagy összegnél azért nem teljesen így van, de az biztos, hogy ez egy kockázatmentes befektetés. A Real Madrid a 11-es mezt nem adta el hetekkel, hónapokkal ezelőtt. Bélnek tartották fönn, 25 ezeren kim voltak a bemutatóján. Volt olyan reál igazolás, hiszen a világ 7 legdrágább játékosából 5 Madridba ment, aki már akkor behozta az árát, mielőtt a pályára lépett volna. Igen, de csak azoknak mondom, hogy nem tudják, hogy a gyerekek, meg hát felnőttek is millió, 10 millió számra veszik ezeket a mezeket a világ minden országában. Ez erre gondolsz? Ez így van. Véleményed szerint nem lenne helyes bevezetni azt a módszert, ami az Egyesült Államokban van, mondjuk az NBA-ben, salary cap-nek hívják, ez azt jelenti, hogy egy csapat csak egy bizonyos mennyiségű pénzt költhet a játékosaira, büntetés nélkül, büntető adó nélkül, minek következtében nagyon sok jó NBA-s kosárlabda csapat van, míg Európában egyre inkább kialakul, hogy néhány csapat játszadozása a foci, vagy egy tucat csapaté. Létezik elvileg, vagy létezne az úgynevezett pénzügyi fair play, de nem ennek igazából komoly jelentősége nincs. Addig, amíg hihetetlenül gazdag emberek egyszer csak a futballra kezdik el költeni a pénzüket, lásd akár Abramovicsot, aki 11 esztendővel ezelőtt vágott bele a Chelsea megvásárlásába, vagy más arab tulajdonosokat, akik francia klubokat vásároltak, vagy éppen oroszokat, ez a trend folytatót, az csak a Monaco például 3 játékosért 130 millió euró. Jó, de István, mi kimaradunk a mókából, nem csak mi az osztrákok már is kimaradunk. Hát te, mi ketten is, egyébként, mert te is vacak meccseket közvetítesz, vagy hát a kis fülkétből közvetítesz nagy meccseket. Ez így van, ugyanakkor tény, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy a legnagyobb beruházású csapat lesz a legjobb. A Manchester City-t mondanám például, angol bajnok lett, Abramovicsnak pedig 1 milliárd fontjába került az, hogy BL győztes legyen 10 év alatt a Chelsea-vel. Igen, és az sem jelenti, hogy a legjobb csapat keresi a legtöbb pénzt, de ez már, ahogy Baló mondta, hogy majd egy másik alkalommal, másik beszélgetésben. István, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. A nap száma 11-es, átlagosan 11 cm nőtt az európai férfiak átlag magassága egy évszázad alatt, 1870 és 1880 között. Azért vagyunk magasabbak, már aki, mert egészségesebbek vagyunk. A nap hírei még egyszer következnek röviden. Orbán Viktor tanévnyitót tartott, tüntetők fogadták. Tévedett a tárki, nem gondolják Magyarországon többen, hogy az Európai Unióra nincs szükség. Gareth Bale-ért 100 millió eurót adott a Real Madrid, egyre drágábbak a futballisták. Merkel és ellenfele döntetlent ért el a választási vitában. Szikszón orosz katonák maradtak a temetőben, ott, ahol később egy óvoda épült.
Ezzel véget ért a Hír 24, holnap is lesz majd, este 7-kor találkozunk, viszontlátásra!